Teltházzal működik a Nyíregyházi Áradbalát Alapítvány menhelye. Ennek fő oka, hogy nyáron kevesebben fogadnak örökbe négylábúakat. Annak, aki így tesz, nem árt a folyamat előtt tájékozódnia és felkészülnie a kutya vagy macska fogadására. Szemében még csillog a remény. Ez a kutya is abban bízik, hogy mi hamarabb szerető gazdára talál. Társaival együtt a Nyíregyházi Állatotthon lakója. A Csatorna utcai telepen jelenleg több mint 200 kutya és mintegy 60 cica él. Velük nagyjából meg is telnek a kennelek. Többüknek hányattatott sorsa szomorú története volt, mielőtt ide került. Az Állatbarát Alapítvány azonban, ha ideiglenesen is, de befogadta, gondozza és táplálja őket. Nyáron ugyanakkor mindig kicsit nehezebb dolguk van, amiatt, hogy ilyenkor rendre megcsappan az örökbefogadási kedv. Sokan elutaznak, kevesebbet vannak otthon, augusztusban pedig a gyermekes családok már az iskola kezdésre fókuszálnak, így érthetően nem ezeket a hónapokat találják a legalkalmasabbnak arra, hogy négylábú társat vegyenek magukhoz. Aki azonban még csak gondolkodik az örökbefogadáson, több felületen is tájékozódhat az állatokról. Egyrészt a kennelek mellett kifüggesztett információs táblákon, másrészt az alapítvány weboldalán találhatnak leírást és fotót róluk. Vennék a stúdióban Novák Hajtó Éva, az Állatbarát Alapítvány menhelyvezetője. Kezdet sokan. Üdvözlök mindenkit, üdvözlöm. Mekkora a befogadó képessége a menhelynek? 61 kennelünk van. Ez azt jelenti, hogy normálisan, hogyha egy ilyen 2, maximum 3 kutyával számolunk, egy ilyen kényelmesen ilyen 130-140 férőhely az, ami rendelkezésünkre áll. Ehhez képest folyamatos ugye a túlzsúfoltság. Jelen pillanatban kb. 210 kutyánk van. Ugye ez a szám napról napra változik. Soha nem egyforma, hiszen azért mennek örökbe is kutyák, illetve hát ugye kerülnek is be. Sajnos folyamatosan. Nem, bocsánat. Tehát, hogy nagyon nehéz a nemetmondás, viszont muszáj. Tehát a helyzet az, hogy ha nem húzunk egy határt, akkor ugye a bent lévők egészségét, illetve biztonságát veszélyeztetjük, és ez ugyanúgy érvényes a bekerülőkre is. Tehát, hogyha egy bizonyos létszámnál több van egy kennelben, átlagosan egyébként a kennelek egy olyan 15-25 négyzetméter közötti területűek vagy méretűek, akkor gyakran előfordulhat az, hogy verekedés lesz a vége. Egyébként ez sajnos meg is történik. Átlagosan azért egy hónapban 2-3 alkalommal sajnos szembesülnünk kell azzal, hogy sérüléseket okoznak egymásnak a kutyák a legnagyobb odafigyelés ellenére is. Ez ugye a túlzsúfoltságnak köszönhető, de... El lehet mondani, hogy szerencsések azok a kutyák, akik bekerülnek önökhöz. Hát ez mindig vita téma igazából, hogy szerencsése vagy nem. Egy bizonyos szempontból igen, mondhatjuk, hogy szerencsések, hiszen nálunk ugye megkapnak minden olyan dolgot, amire szükségük van fizikailag, tehát etetjük, itatjuk őket, menedéket nyújtunk, van hol aludni, illetve megkapják az oltásaikat, ivartanításon átesnek. Viszont nem feltétlenül a legszerencsésebb helyzet ez, hiszen sokan évekre beragadnak, vagy hosszú hónapokra, és hát ugye a veszély az mindig ott leselkedik, hogy esetleg bent történik velük valami baj, egyébként ez a legrosszabb dolog az egészben. Bekerülés, augusztus 20-a után vagyunk ilyenkor, hát a médiában is lehetett hallani, rendszeresen felhívták az emberek figyelmét, hogy tűzijáték alkalmával azért óvatosan a kutyákkal, nem mindegy, hogy hol tárolják, vagy hogyan tárolják, ugye, hol tartják a kutyákat. Mit tapasztalnak? Növekedett most az értesítések száma? Mi úgy veszük észre, hogy általában egy 2-3 nap eltelik, ugye a tűzijátékok után, miután előbújnak az állatok a bokrokból, mezőkről, ahová próbálnak menekülni. Talán az augusztus 20-a egy kicsit kevésbé problémás, mint ugye a szilveszter, hiszen ez egy rövidebb tűzijáték, és emiatt talán kevesebb állat kell útra. Illetve hát bízunk benne, hogy sok figyelmeztetés, amit mi is ugye folyamatosan kommunikálunk, illetve más állatvédő szervezetek is, egy idő után talán hatása lesz az emberekre, és talán egyre komolyabban veszik a figyelmeztetéseket. Említette, hogy azért folyamatosan változik a létszám, ugye kerülnek be, kerülnek ki kutyák, állatok, macskák, ugye akkor kutyák, macskák. Hogyha örökbe fogadnak, akkor ott mi a teendő? Tehát, hogy hogyan van ez a procedúra? Az örökbefogadásnak van egy folyamata. Első körben ugye ki kell választani ugye az adott kutyát, illetve ki kell jönni hozzánk, körül kell nézni. Természetesen az első és legfontosabb, hogy a gazda és a kutya igényei, illetve
dolgai, kémiája úgymond működjön egymás között. Ez azt jelenti, hogy mi is kikérdezzük ugye az örökbefogadót, hogy hol szeretnéd tartani, milyen körülmények közé menne, van-e másik állat, kutya, macska, hol tartaná, kinti, benti, esetleg kinti és benti tartásról van szó. Nem minden kutya alkalmas kizárólag benti tartása, ugyanúgy nem mindenki kinti tartása. Miután ugye megvan az adott kiválasztott állatka, ez legyen kutya vagy macska, főleg kutyák esetében ugye szeretjük, hogyha elmennek sétálni velük az emberek, megismerkednek testközelből. Ha szimpátia megvan, akkor pedig le lehet foglalni az adott állatot. A harmadik látogatás alkalmával vihető el a felnőtt kutya, a kölykök esetében ugye ez két látogatást jelent, tehát kevesebb, hiszen a kölykök jobban alkalmazkodnak bármilyen életkörülményhez. Az örökbefogadásnak van egy jelképes díja, ezt ugye tartalmazza az ivartalanítást, a csippet, az oltásokat, illetve mindenféle olyan ellátást, amire nekik szükségük van. Lehetett hallani olyan tanácsokat is, hogy ne én válasszam ki a kutyát, hanem a kutya válasszon ki engem. Önök ezt mennyire tudják osztani, ezt a tapasztalatot? Igen, ez ugye 2-3-4 kiskutya kiválasztásánál azért egyszerűbben megy, viszont ha valaki ellátogat hozzánk, akkor azt fogja tapasztalni, hogy gyakorlatilag 200 kutya közül 180 az minden erejével, így van, őt választaná, persze. Tehát minden látogatókra úgy tekintenek, mint az Istenre, mint hogyha ő lenne ugye a megváltó, és ez valamilyen szinten így is van. Gyakorlatilag bármelyik kutyát fogja választani az illető, bármelyik szimpatikus, az a kutya biztos, hogy nagyon fogja imádni őt, hiszen örökbefogadott állatokról beszélünk, tehát ezek az állatok megtapasztalták a rosszat, a szenvedést, és tulajdonképpen aki jó körülményeket, illetve szeretetet biztosít nekik, azt ők ezerszeresen viszonozni fogják. Az évnek van olyan időszaka, amikor többen kerülnek be önökhöz? Igen, a tavasz és az ősz, ez egy kiemelkedő, mert ugye az ivartalanítás hiánya miatt sajnos rengeteg a felesleges szaporulat, és hát nagyon sok ember meg sem próbálkozik azzal, hogy esetleg megpróbálja hirdetni őket, vagy segítséget kérjen ugye akár a hirdetésükben tőlünk, hanem egyszerű módszerrel szabadulnak meg tőlük, zsákba kötik őket, kidobják a mezőn, az útszélén, bokrokban, erdőkben, sorsukra hagyják őket, vagy ne adj Isten, még drasztikusabb megoldásokhoz folyamodnak, haláztunk már ki csatornából, kanál is kutyákat, és hát ez ugye nem a legideálisabb. Ez az időszak, ez egy kiemelt problémás időszak. Az ivartalanítás, azt említette. Igen. Gondolom ez nagyon fontos, hogy ne harapózzon el ez a probléma. Így van, nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, gyakorlatilag a felelős kutyatartás alapja lenne ez. Illetve hát nem titok, hogy Magyarországon 2 millió kóbor kutya hazája vagyunk, tehát rengetegen vannak az utcán, a macskák sem kevesebben. A macska populáció egy picit eldugottabb, úgymond, mint a kutya populáció, akik az utcán vannak, hiszen a macskák önállóbbak, tehát sokkal gyorsabban találnak maguknak ételt, és jobban elbújnak, míg hát a kutya az maximálisan az emberre van szorulva. Úgyhogy igen, tehát próbáljuk folyamatosan hangsúlyozni ennek a fontosságát, de még mindig azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sokszor el sem jut az emberek tudatáig, hogy ez miért is lenne fontos. Nem csak az elmaradottabb területekre vonatkozik egyébként ez, hanem értelmes, művelt emberek is visszautasítják az ivartalanítás fontosságát. Ha felelőtlen állattartókkal találkozunk, akkor mi a teendő? Egyrészt egyébként ez is egy fontos, hogy mikor felelőtlen állattartó valaki. Nagyon fontos, hogy a kutyáknak ugye van egy bizonyos igényszintjük, tehát ugye az, hogy hogyan tartunk felelősen egy állatot, beletartozik az, hogy etetjük, itatjuk, megfelelő védelmet biztosítunk neki ugye a szél, vihar, hó esetén, hideg ellen, meleg ellen és társai, illetve hát ugye megfelelő tanítást adunk neki, amire neki szüksége van. A felelőtlen állattartás ugye ott kezdődik, hogy ha valaki nem biztosítja az alapvető igényeit az adott állatnak, illetve ugye a súlyosabb kategória, amikor ez átcsúszik már állatkínzás felé is. Rengeteg bejelentést kapunk egyébként felelőtlen kutyatartókról, olyan helyzetekben csúszunk bele, ami gyakorlatilag nem a mi hatáskörünk, de mégis tőlünk várják az emberek a segítséget, hiszen úgy vannak vele, hogy kihez fordulhatnának. Tehát önöket hatóságként kezelik. Igen, hatóságként kezelnek, de sajnos nem vagyunk azok, tehát nagyon szeretnénk segíteni ezekben a szituációkban, de egyszerűen nincs hatáskörünk, nincs jogkörünk erre. Mi ugyanolyan civilek vagyunk, mint bármelyik másik ember, annyi különbséggel, hogy egy szervezetbe tömörültünk gyakorlatilag. Viszont ilyen esetekben mindig elmondjuk, hogy bátran forduljanak a hatóságokhoz, rendőrséghez, jegyzőhöz, hatósági állatorvoshoz, és igenis jelentsék, hogyha ilyen állatkínzást látnak, mert gyakorlatilag nélkülük sosem fog ez a helyzet megváltozni.
és a hatóság ebben az esetben mi az, amit tehet? A rendőrség ugye bemehet ugye a területre, mi ezt nem tehetjük meg, illetve hogyha a jegyzőt értesítik, hatósági állatorvos kíséretében kivonulnak az adott területre, és ha megállapítják, hogy az állat rosszul van tartva, akkor természetesen kobzásra is sor kerülhet, illetve a felelőtlen állattartókat el is tilthatják az állattartástól. Tényleg rengeteg hívás érkezik a tekintetben? Nagyon sok, igen, tehát főleg azt tapasztaljuk, hogy a láncrakötés, ami egy nagyon gyakori probléma, ezek nem normál futóláncok általában, hanem 2-3 méteres láncokon tengődnek a kutyák. Sok esetben ugye kerítés nélküli portákon, vagy esetleg földeken, kukorica földeken, vagy bármiféle mezőkön kikötve, mert hát ezek az emberek úgy gondolják, hogy ha kerítés nincs, ha riasztó nincs, csengő nincs, akkor majd a kutya jelez, tehát egyfajta bioriasztóként használják az állatokat, ami természetesen már kimeríti az átkínzás fogalmát, hiszen egy kutyának társnak kéne lenni az ember életében, nem pedig egy tárgynak. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen.